újfajta támogatás jöhet. Akár hektáronkénti 61 ezer forint plusz támogatást is kaphatnak a burgonya termesztő gazdák a jövő évtől. Ingyenes pénzügyi tanácsadás. A Magyar Nemzeti Bank irodája Nyíregyházán is várja az ügyfeleket panaszos, illetve gazdasági kérdéseikkel. Irány Ausztrália. Meglepetésekkel lepi meg látogatóit a Nyíregyházi Állatpark 20. születésnapja alkalmából. Az új látványosság kifutóiba kengurok, különleges madarak és dingók költöztek be. Akár hektáronkénti 61 ezer forint plusz támogatást is kaphatnak a burgonya termesztő gazdák a jövő évtől. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Ez itthon mintegy 8500 hektárnyi területet érintene, ahol a gazdák a korábbi terület alapú támogatás mellé kapnák ezt az összeget. Többek között erről is szó volt a mai országos és nemzetközi burgonya tanácskozás, fajta és növényvédelmi technológiai bemutatón Gyula Tanyán. Az egymás melletti parcellákon különböző típusú burgonyákat ültettek. Jól látszik, hogy a fajták nem egyformán fejlődnek. Van, amelyik jobban tűri a nyírségi homokos talajt, és olyan is akad, amelyiknek nem ez a legmegfelelőbb közeg. Vinnai Győző a gyulatanyai fajta és növényvédelmi technológiai bemutatón azt mondta, a térségben 100 éves hagyománya van a krumpli termesztésnek, és még nagy jövő állhat az ágazat előtt. Itt mindig mezőgazdaságból értek az emberek, nagyon fontos termékünk a burgonya. Én még emlékszem arra, hogy a főiskolán tanítva azt, hogy a 20-as, 30-as években itt a nyírségi homokot burgonyával és almával kötötték meg. Szerintem a burgonyának van jövője. A rendezvényen Baracsi Endre kiemelte, a szakmai fejlődés és az ágazat jövője szempontjából kiemelkedően fontosak az ilyen találkozások. Olyan információkhoz juthatnak a termelők, olyan tapasztalatokat oszthatnak meg egymással, illetve a szakemberek olyan tapasztalatokat adhatnak át, olyan tudást adhatnak át, amelyel elősegíthetik azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a burgonya termesztés az valóban olyan szintre kerüljön, ahol annak a helye van. A jelenlegi 2020-ig tartó pénzügyi ciklusban most van az az időszak, amikor minden tagállam módosító javaslattal élhet a 14-20-as időszakra elfogadott szabályokra vonatkozóan. Magyarország többek között egy olyan módosítást nyújtott be Brüsszelnek, ami a burgonyát a szántóföldi növények besorolásból támogatott ágazattá alakítaná. A burgonya az bekerülhet a termeléshez kötött támogatású növények közé, ez eddig nem így volt, szántóföldi növénynek minősítették egyszerűen. Ez azt jelenteni, hogy durván egy olyan 8500 hektár burgonya terület, ami legalább egy hektáros, mert ez alapfeltétele ennek a támogatásnak, bekerülhet ebbe a támogatotti körbe, és ez egy olyan 61 ezer forint hektáronkénti plusz támogatás jelentett az eddigi területalapú támogatáshoz képest még. A tanácskozáson részt vett Gyurica Csaba, az MVH elnöke is, aki arról beszélt, hogy 2020 után várhatóan jelentős változások lesznek a normatív alapú támogatásokban. Hogyha megnézzük azokat a folyamatokat, amelyek az Európai Unióban jelenleg zajlanak, akkor akár a migrációs problémák, akár a Nagy-Britannia kilépése az Unióból, amely ország eddig az Unió teljes költségvetésének 6-7%-át adta, tehát egy nagyon jelentős a mi szempontunkból is, ami a támogatások odaítése szempontjából fontos, akkor azért arra készülnünk kell, hogy ez a fajta támogatási rendszer, és meg a normatív alapú támogatási rendszer meg fog változni az elkövetkezendő időszakban, de hogy milyen mértékben, milyen arányban, azt ma még csak találgatni lehet. Az elnök hozzátette, jelenleg az elmúlt hetek jég- és viharkár bejelentéseinek ellenőrzése zajlik. Azt mondta, a kárenyhítési kifizetések jövő március 31-ig biztosan megtörténnek. Az erre elkülönített alapban ugyanis 24 milliárd forintnyi fedezet van a kárenyhítési rendszerben résztvevő gazdák számára. Szakszerű és díjmentes, ezek jellemzik a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi tanácsadó irodáit. Az országos hálózathoz 9 megyeszékhely tartozik, ezek közt van Nyíregyháza is immár 3 éve. Az irodákban pénzügyi kérdésekben és panasz esetén segítenek, illetve gazdasági tanácsadásra is várják az ügyfeleket. A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete egy nyertes pályázatnak köszönhetően újabb 2 évig működteti az irodákat. Jogász és közgazdász szakemberek ingyenes tanácsadással várják az érdeklődőket Nyíregyházán is. A Magyar Nemzeti Banknak nincsenek területi szervei, ezért indította el a pénzügyi tanácsadó irodahálózatot még 2011-ben.
Ezeket országosan évente 30-40 ezer ügyfél kereste meg eddig. Az irodákat most újabb 2 évre a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete működteti majd 9 megyeszékhelyen. Mindenki számára adott, hogy vagy megvan a lehetőség arra, hogy igénybe vegye a szolgáltatást díjmentesen, ez nagyon fontos, hiszen ugye pénzügyi kérdés bárkinek az életében előfordulhat, és elő is fordul, és nem csak azt a célt szolgálják ezek az irodák, hogy tanácsot adjanak, vagy tájékoztatást nyújtsanak, hiszen az egyik fő feladat, hogyha bármilyen kérdést szeretnénk, pénzügytárgyú kérdést megvitatni, tanácsot kérni esetleg, akkor itt lehetőség van, illetve az is feladat ezeknek az irodáknak, hogy a pénzügyi tudatosság fejlesztését segítsék. Az irodákban gazdálkodási tanácsadásban és pénzügyi kérdésekben is segítenek, panasz esetén pedig a megfelelő hatósághoz küldik az ügyfeleket. Ha pedig közvetlenül a Magyar Nemzeti Bank felé érkezik a panasz, azt továbbítják, hogy szakszerűen és konkrétan legyenek megfogalmazva a problémák. Ezek mellett akár különböző formanyomtatványokért is felkereshetik az irodákat, ahol segítenek is azok kitöltésében. A nyíregyházi iroda már 3 éve működik, évről évre egyre nagyobb ügyfélforgalommal. A pénzügyi szolgáltatókkal kötött szerződésekkel kapcsolatos ügyekbe, ebbe beletartozik a hitelintézetekkel, bankokkal, biztosítóintézetekkel kapcsolatos ügyek intézése, a pénztárak, önsegélyző pénztárak, takarékpénztárak, lakástakarékpénztárak, és hát egyéb pénzügyi dolgok, befektetési ügyletek, előtti tanácskérés, vagy pedig panasz, amelynek az ügyintézésében adunk segítséget. Megyei szinten minden hónapban 2 fogyasztóvédelmi témájú rendezvényt is szerveznek majd a helyi irodák, amelyeket egyébként személyesen, online és postai úton is felkereshetnek az ügyfelek. Ősztől pedig a tervek szerint újabb városokban nyitnak majd irodákat. Ismét ellenőrzésekre számíthatnak az autósok Magyarország egész területén, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Csütörtöktől egészen a hétvégéig több helyen, de leginkább a főbb közlekedési útvonalakon készülhetnek majd a közúti ellenőrzésekre. A rendőrség a Tiszpol európai szintű ellenőrzés keretében állítja meg az autósokat, ezen a héten elsősorban a tehergépkocsi vezetőket. A veszélyes anyagokat szállító járműveket pedig a katasztrófavédelem munkatársai vizsgálják át. Minden járművet ellenőrzés alá vonunk. A tehergépkocsi vezetőknél vezetési és pihenőidőt ellenőriznek a kollégák, a rakományt, a rakteret ellenőriznek, esetlegesen raktérben megbújó személyeket, migrációs ellenőrzést hajtanak végre, autóbuszoknál pedig szintén a személyeket, illetve csomagátvizsgálást végeznek. És nem maradhat még el természetesen a ittasság ellenőrzés, minden járművezetővel szemben szondát alkalmaznak. Hiába gyűjtött össze az MSZP 245 ezer aláírást, nem lesz az állami földek privatizációjával kapcsolatban népszavazás, mondta nyíregyházi tájékoztatóján a Szocialisták megyei alelnöke. Halmi József szerint diktatúrára vall, hogy több 10 000 aláírást nem érvényesítettek, hiszen a népszavazáshoz összesen 200 ezer aláírás összegyűjtése szükséges. 245 ezer aláírást adtunk le, ma úgy látszik a sajtóírek szerint, hogy ez nem lesz meg, számítottunk erre. Ha 300 000-et adtunk volna le, akkor se lett volna meg, mert egy diktatórikus rendszerben a bizonyos intézmények, azok a diktátort szolgálják ki, utasítás van arra nagy valószínűséggel, ezt gondoljuk, hogy ne legyen 200 000 érvényes aláírás, hogy ne legyen ellenzéki népszavazás a kormánnyal szembe. Meglepetésekkel várja látogatóit a nyíregyházi állatpark 20. születésnapja alkalmából, amelynek kapcsán az idei szezonban Ausztrália élővilágával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az új látványosság kifutóiba kengurok, különleges madarak és dingók költöztek be. A nyíregyházi állatpark Bennett kengurukat szinte a kezdetektől tart, de most először sikerült Ausztrália emblematikus állatait a megszokott geográfia tematika szerint egy kifutórendszerben bemutatni. A nagy közönség itt találkozhat még a föld legnagyobb erszényes állatával, a vörös óriás kenguruval. Tudományos neve vörös nagylábút jelent, hiszen valóban tekintélyes hosszú hátsó láb jellemzi. Az óriás kenguru tenyész csapattal a világ második legnagyobb futómadarai, az emuk, élnek együtt.
Az állatbemutató népszerű lakói még a vörös bundájú ausztrál vadkutyák. Ez idáig a Nyíregyházi Állatparkban dingókkal még nem találkozhatott a nagy közönség. Az ausztrál kifutó legkülönlegesebb állatai a dingók. Igazán fura a megítélésük az ausztrál kontinensen, hiszen míg az őslakosok megpróbálták őket megszelídíteni, egyes leírások szerint még az ősasszonyok szoptatták is őket, hogy megszelídüljenek, addig a mostani fehér emberek nem szeretik őket, a juhnyájak hóhérainak hívják, nem hiába, hiszen valóban megtizedelik a juh állományt, éppen ezért, hogy távol tartsák őket, hosszabb kerítést építettek kelet-nyugat irányba Ausztráliába, mint a kínai nagyfal. A dingók melletti kifutóban a vizes élőhelyekre jellemző tyúkludak és fekete hattyúk élnek. A fekete tollruhájú állatok Nyugat-Ausztrália nemzeti madarai, és előszeretettel tartózkodnak a számukra kialakított tóban. Míg a velük társbérletben élő tyúkludak, bár a récefélékhez tartoznak, nem szívesen mennek a vízbe. Az ausztrál ház mellett egy külön volierben a legnagyobb jégmadárféle a kacagó Jancsi látható. Az ausztrál őslakók szókészletéből kölcsönzött hangutánzó szóval kokaburának is nevezett madár jellegzetes, gurgulázó kacajáról kapta mind nemzetközi, mind pedig magyar elnevezését. Két tárlatot is megtekinthetnek hamarosan a látogatók a Sóstói Múzeum faluban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Idegenben kezdi a szezont a Kisvárda Mastergood. Révész Attila együttese a labdarúgó NB2 nyitó fordulójában Csákváron a Buda Őrs ellen lép pályára. A mérkőzés vasárnap délután 4 órakor kezdődik. Két aranyérem és több dobogós helyezés reményében utaznak a felnőtt országos bajnokságra a nyíregyházi atléták. A péntektől vasárnapig tartó székesfehérvári megmérettetésen 17 megyebeli versenyző áll rajthoz. Állandó pálinka történeti kiállítás nyílik a Sóstói Múzeum faluban szombaton. A skanzen mellett felépült pálinkaházba várják majd az érdeklődőket, ahol a megye 3 eredet védett italát is bemutatják. Szerelem szerelem címmel egy másik tárlat is megtekinthető szeptember végéig, amelyen a magyar népművészetben használt szerelmi jelképeket és hagyományokat ismerhetik meg a látogatók. Szerelmi tárlat nyílt a Jármi Kisnemesi házban. 3 kiállítóteremben az ifjú párok használati tárgyaival és az udvarlás régi hagyományaival ismerkedhetnek meg a látogatók. Az első szobában képek illusztrálják a szerelmes pár találkozását és ismerkedésük szakaszait. A másik teremben a régi házak egyik legjellemzőbb tárgyát, különböző falvédőket láthatnak a vendégek, amelyek dekorációként is szolgáltak, a kendőkre hímzett szövegek pedig a háziasszonyokat dicsérték. A Sóstói Múzeum falu néprajzi raktáraiból gyűjtöttük és válogattuk ki azokat az anyagokat, amelyek itt, azokat a tárgyakat, amelyek itt láthatóak a kiállításban, és ez mindegyik valamilyen formában a szerelemhez kapcsolódik. Tulajdonképpen a néprajzi tárgyakon valamilyen formában ez megjelenik, és ezek használati tárgyak, tehát nem dísztárgyakról van szó. Akár egy mángorlót nézünk, amit szerelmi ajándékba adtak, ami a vasaló őse volt. A harmadik szobában a nők szimbóluma, a tulipán is megjelenik, amelynek piros színe a szerelemre is utal. A különböző formájú és színű virágok a nők különböző életszakaszait idézik fel. A férfiak szimbóluma a szív vagy a fordított szív. A lányok kelengyés ládájának jellemző motívuma is ez a virág, amelyet legtöbbször a rokonok készítettek el. Ezek mellett a fiúktól kapott szerelmi ajándékokat is megtekinthetik a látogatók. A hétvégén egy állandó tárlat is nyílik a múzeum faluban. 3 olyan eredetvédett pálinka van, amely a megyére jellemző. Ez a szilva, a szatmári szilva, az újfehértói fürtösmegy pálinka és a szabolcsi alma pálinka. Ezek a történetéhez kapcsolódnak, a pálinka fogyasztáshoz kapcsolódó tárgyak talán nem annyira ismert, de a mi néprajzi gyűjteményünkben sok olyan cserép edény van, tárgy, amelyikből pálinkát ittak, ezek a pálinkás bugykosok, és ezek kifejezetten személyre szabottak, személyek számára készítettek, és ebből is mutatunk. Az év elején elkészült pálinkaházban több a pálinka főzéshez kapcsolódó eszközöket is láthatnak majd az érdeklődők, de kóstolásra is lesz lehetőség szombat délután.
Idegenben kezdi a szezont a Kisvárda Masztergód. Révész Attila együttese a labdarúgó NB2 nyitó fordulójában Csákváron a Buda Őrs ellen lép pályára. A mérkőzés vasárnap délután 4 órakor kezdődik. Vasárnap rajtol a bajnokság a labdarúgó NB2-ben. A korábbi évekhez képest két jelentős változás jegyezhetünk a honi labdarúgás második vonalával kapcsolatban. Egyrészt 20 csapatosra bővült a mezőny, másrészt a résztvevők együttetű tiltakozása ellenére az MLS vasárnapra írta ki a mérkőzéseket. A nyitóforduló kakukktojása a Kisvárda Masztergód, mivel Révész Attila együttese az országos televíziós csatorna közvetítése miatt a többi csapatnál korábban lép pályára, ráadásul a Buda Őrs albéletben fogadja rajtszíjékat. A Buda Őrs a tavalyi szezont, főleg ugye az őszit, parádésan vitte végig, harmadik helyen zártak. Egy sokat futó, agilis, játékos csapat, amely idegenben eddig jobban szerepelt, mint hazai pályán, nem véletlenül, és most is idegenben szerepelnek, mert a hazai pályukat felújítják, és Csákváron lesznek. A csákvári pálya lényegesen jobb, ez nekünk viszont előny, mert tavaly, amikor ott voltunk, bizony azért valljuk meg, a Buda Őrsi pályán nem a legkellemesebb volt futballozni. Sikerült, akkor simán nyertünk 3-mal. Én azt gondolom, hogy most a sokkal nehezebb lek annál, és inkább mivel a Buda Őrs is az első mérkőzésére készül, és még ilyenkor ismeretlenek, nem tudjuk még őket, hogy mire képesek. Az edzőmeccsekből nem lehet kiindulni, nincs is fönn még értékelhető momentumuk az interneten, illetve a honlapjukon sem. Tehát tulajdonképpen a régi emlékeinkből kell majd táplálkozni, és úgy kell felkészülni, hogy a saját játékunkat tudjuk játszani, és ők alkalmazkodjanak hozzánk. Én bízom benne, hogy azért sikerül elhozni a 3 pontot. A kisvárdai csapatkapitány Erős Gábor is bízik abban, hogy a tavalyi szezonnal ellentétben győzelemmel kezdik a bajnokságot. Megpróbálunk egy jó mérkőzést játszani, és úgy gondolom attól függetlenül, hogy a találkozó esélyesei azért mi vagyunk, úgyhogy szeretnénk majd ezt bebizonyítani majd ott is, és 3 ponttal majd hazaérkezni. A Buda Őrs Kisvárda Masztergód mérkőzés vasárnap délután 4 órakor kezdődik Csákváron. 2 aranyérem és több dobogós helyezés reményében utaznak a felnőtt országos bajnokságra a nyíregyházi atléták. A péntektől vasárnapig tartó székesfehérvári megmérettetésen 17 megyebeli versenyző áll rajthoz. Az olimpia árnyékában rendezik meg a hétvégén Székesfehérváron a 121. országos felnőtt atlétikai bajnokságot. Mivel a sportág 5-es bemutatkozásaig még 2 hét van hátra, a 21 főt számláló magyar csapatból jó néhányan rajthoz állnak majd az év legrangosabb hazai versenyén. Nyíregyházáról 17 atléta utazik az OB-ra. Egy eléggé hosszú versenyidőszak végén vagyunk már, hiszen a fedett pályás idényeket is beleszámítva, illetve a fedett pályás versenyeket is beleszámítva, 14-15 országos bajnokságon vettek részt a tanítványaink, és szép eredményeket értek el. Több mint 40 dobogós helyezést szereztünk összesen, és ez tulajdonképpen a csúcsa a magyar versenysorozatnak, hiszen a felnőtt magyar bajnokság az mindig a legnagyobbak közé tartozik. Bízom benne, hogy legalább 2 aranyérmet itt is tudunk begyűjteni, és számos dobogós helyre is számítok. Az egyik aranyérem a nyáron 226 cm-es egyéni csúcsot ugró Bakosi Pétertől várható. A legnagyobb esélyes ugye Bakosi Peti, ha csak valami nagyon nagy hibát nem követel, akkor neki hivatalból meg kellene nyerni a bajnokságot magasugrásban. A másik utazó az Pál Robin, ő folyamatosan az utóbbi években mindig dobogós helyezést ért el a bajnokságon, volt, amikor magyar bajnok is volt. Most elég erős a 3-as ugró mezőny, így azt gondolom, hogyha dobogóra kerül, és az egyén legjobbját megjavítja, akkor ő már nagyon jól szerepel. 2 fiatal is bekerült a csapatba, a Leveleki Bence távugrásba, és Guzga Zoltán 3-as ugrásba. Az ő feladatuk az, hogy jobb esetben teljesítsék a selejtező szintet, és így bekerüljenek a következő napi 8-as döntőbe. A dobószakágat 60 képviselik majd, közülük többen is esélyesek az éremszerzésre. A férfi diszkoszvetésben ugye Szikszai Robert, a női diszkoszvetésben Kerekes Dóra, és a férfi súlylökésben Kerekes László. Tehát tőlük várok érmes helyezéseket, a többiektől pedig azt, hogy egyéni csúcsot, vagy megközelítőleg egyéni csúcsot érjenek el a versenyen. Vas László elmondta, hogy a női 4x400-as váltótól várható még aranyérem az országos bajnokságon. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Akár hektáronkénti 61 ezer forint plusz támogatást is kaphatnak a burgonya termesztő gazdák a jövő évtől. Ez itthon mintegy 8500 hektárnyi területet érintene, ahol a gazdák a korábbi területalapú támogatás mellé kapnák ezt az összeget.
Többek között erről is szó volt a mai országos és nemzetközi burgonya tanácskozás fajta és növényvédelmi technológiai bemutatón Gyula Tanyán. Szakszerű és díjmentes, ezek jellemzik a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi tanácsadó irodáit. Az országos hálózathoz 9 megyeszékhely tartozik, ezek közt van Nyíregyháza is, immár 3 éve. Az irodákban pénzügyi kérdésekben és panasz esetén segítenek, illetve gazdasági tanácsadásra is várják az ügyfeleket. Meglepetésekkel várja látogatóit a Nyíregyházi Állatpark 20. születésnapja alkalmából, amelynek kapcsán az idei szezonban Ausztrália élővilágával is megismerkedhetnek az érdeklődők. Az új látványosság kifutóiba kenguruk, különleges madarak és dingók költöztek be. A Kölcsei Televízió híradóját látták július 28-án csütörtökön. Friss hírekkel holnap este jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre számíthatunk. Térségünk időjárását még holnap is labilis rétegződésű légtömegek alakítják, ezért marad a záporokkal, zivatarokkal tarkított idő. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 18 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, majd estétől csökken a felhőzet. Zápor, zivatar több felé várható. A nyugati szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén napos, meleg időre van kilátás. Hétfőn éri el térségünket egy hideg front, ami záporok, zivatarok kíséretében kedre átvonul felettünk. A front mögött néhány fokkal hűvösebb lesz a levegő, a jövő hét második felében változékony időre számíthatunk.